A zenés színházi műfaj fejlesztésének új módszereit kutatja egy fiatal ukrán művészekből álló csoport. A Nova Opera május végén egy rotterdami fesztiválon mutatta be Eros című produkcióját. A világpremiér után most az Athén melletti Pireuszi Városi Színház tűzi műsorra előadásukat. A produkciót a semmiből tervezték újra az orosz inváziót követő hetekben. Az ukrán előadók közül többen is drámai pillanatokat éltek át a támadások alatt. Emberként, ukrán állampolgárként mindig a háborúra és természetesen a családjainkra gondolunk, akik még mindig Ukrajnában vannak. Ezt a tényt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Szerintem a zene és az egész előadás bizonyos pontokon ezeken a helyzeteken múlik, mondja a zeneszerző. Nem volt könnyű út számunkra, és még most sem léptünk túl rajta. Elég nehéz lélekben is bekapcsolódni az alkotás folyamatába, miközben az orosz katonai erők most is pusztítanak Ukrajnában, teszi hozzá a társulat egyik tagja. A darab bemutatja többek között az ukrán csapat élményeit, amelyek az invázió első pillanatait követik nyomon. Közben egy másik, fiktív szinten egy férfi felkeresi Platón Szimpózium című művének filozófusait és költőit abban a reményben, hogy visszanyeri elveszett hitét az emberiségben. Eli Papa Konstantinu színházigazgató 4 éve ismerkedett meg a Nova Operával. Leginkább arra koncentráltunk, hogy a nyugati világ hogyan közelítheti meg ezt a problémát. Ott a szerelem miatti veszteség érzése, a kérdés pedig az, hogy a humanitárius válságot hogyan lehet ezzel az érzéssel együtt elfogadni. Két különböző világ találkozik tehát, de mi inkább a szerelem elveszítéséről beszélünk, szabad teret hagyva a metanarratíván keresztül létező asszociációk és konnotációk számára, mert azt persze mindenki tudja, hogy a színpadon állók a háborúból jöttek. Az Eroszt ősszel Olaszországban, a Genovai Nemzeti Színházban, illetve Izraelben mutatják be.